Szombaton a sereghajtó Szegedi UTC együttese látogatott városunkba, így a tabella első és az utolsó helyezettje csapott össze. Már a kezdő sípszót követően láthatóvá vált a helyiek fölénye, akik magabiztos labdajáratással teljesen visszaszorították ellenfelüket a saját térfelükre. Nem is kellett sokat várni az első gólokra, a 16. és a 18. percben Magyar György zörgette meg a szomszédvár hálóját, majd a 20. Rabec Walter, a 30. minutonban pedig Babolek Zoltán szerzett találatot. Alig indult el újra a játék, a hazaiak már is szöglethez jutottak. Jól jön be. Ott a fejes, hosszú oldalon Babolek, beközépre. Mi van ott? Magyar, ott a gól. Jó, Magyar Gyuri harmadikat rúgja, azt a 700-át. A fehérek védelme teljesen szétesett, amit a makóiak jól kihasználtak, és így Babolek, valamint Rabec is meg tudta duplázni találatait, így már 7-0 vezettek a marosmentiek, de még volt néhány perc a fél időig. Na nézzük, hát ha sikerül még egy gólt szereznünk. Jól is jön az be? Aztán ott a gól, szép volt, Belanka! Így tehát 8-0-ás hazai előnnyel fordultak a gárdák. A második játék részben a hagymavárosiak visszább vettek tempójukból. Kapura tartó próbálkozásaikat a vendégek hálóra bravúrosan hárította. A szép számú lehetőségekből így csak egyet tudtak értékesíteni. A 79. percben Pócs Tamás állította be a mérkőzés végeredményét, amely így Makó FC UTC 1913 labdarúgó Kft. 9-0. A szombati eredmény azt jelentette, hogy városunk első számú csapata 20 győzelemmel, egy döntetlennel, vereség nélkül, és 17 pont előnnyel áll a második szentesi Kinizsi előtt. A srácok megérdemlik, ilyen, nem is ilyen év, inkább azt mondom, ilyen lassan 2 év, amit együtt dolgozunk, megérdemelték ezt, hogy meghúzzák a vonalat, és hogy megnyerjük a bajnokságot, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt a célt teljesítettük, úgyhogy ma, illetve holnapi napon erről szól a történet, hogy ezt megünnepeljük. Annak ellenére, hogy a Makó FC bajnok lett, 5 mérkőzés még vár rájuk. Most szombaton az egyik legfőbb rivális otthonába, Szentesre látogatnak. Az összecsapás 17 órakor kezdődik.